A Kőszegtől mintegy 30 kilométerre fekvő ausztriai kisvárosban, az őrvidéki Borostyánkőn járunk. Több magyar emlék kapcsolódik a településhez és a 13. században épült, ma már szállodaként működő várhoz. Hogy milyen emlékekről van szó, hamarosan kiderül azon a honismereti túrán, melyet természet és hazaszerető fiatal emberek első alkalommal szerveztek meg. Madárspak kommandó kis csapata vagyunk, és hát Madárspak Viktor nevét vettük fel, mivel mint a határőrök ősei, az őrvidéki határőrök ősei, ők is keletről érkezett Erdélyből megvédeni a nyugati határokat, amikor szükség volt rá, és ő lett a 5. felkelő hadsereg parancsnoka a nyugat-magyarországi felkelésben. Ő a példaképünk, és hát ilyen honismereti jellegű gyalogtúrákat szervezünk. A csapat el is indul, hogy megismerje a Borostyánkői hegység természeti és történelmi értékeit. Az első látnivaló maga a várkastély. Itt született 1895-ben a híres Afrika kutató és felfedező gróf Almási László, akit a legtöbben az Oscar-díjas Angol beteg című filmből ismernek. Előjáróban csak két dolgot mondanék el Almási László, hogy mi nem volt. Nem volt angol és nem volt beteg. Kitűnő pilóta volt viszont, már diák évei alatt vitorlázó gépet épített. Harcolt mindkét világháborúban, közben pedig több expedíciót vezetett a líbiai sivatagba. Sziklabarlangokat és bennük ősi festményeket fedezett fel. Sokáig lehetne sorolni a magyar polihisztor érdemeit, de tovább kell indulni, tartogat még érdekességeket a Borostyánkői hegység. Például ezt a sziklacsoportot, ami a legenda szerint egy gonosz boszorkány kincseit rejti, aki kegyetlenül bánt a gyerekekkel. Egyszer azonban a kis Jézus akadt az útjába. A boszorkány hatalmas köveket, nyitánható hatalmas köveket elkezdte haigálni, hogy majd agyon dobja vele a kis Jézus, csak hát ugye a kis Jézusnak a glóriájáról visszapattantak őt. És agyon dobta saját magát, tehát telébe találta a boszorkányt, és szörnyet halt. A sűrű erdőből kiérve a túrázók a helyiek által Kuglóf kilátónak nevezett magaslati pont felé veszik az irányt. A változatos tájakon vezető gyalogtúrát fiatalok és idősek egyaránt élvezik. 2-3 éve túrázunk a hugommal, hát a lőverekbe is szoktunk járni, túrázni, hát általában 10-15 kilométert, múltkor 20 és felett mentünk, ugyanígy a fiúkkal. Miért szerettek túrázni? Hát, mivel szép a természet, és szép virágokat lehet látni, és fel lehet fedezni új utakat. A Borostyánkői hegység a résztvevők többségének, még a gyakorlott túrázóknak is újdonságot nyújt. Nagy élmény felfedezni ezt a területet is. Sok magyar látnivaló van, ami megragadja az embert. Ráadásul egy teljesen különleges, meredek domboldalakkal tarkított túrázásra viszonylag nehezebb, próbára tevő terepről van. Szóval szerintem nagyon élvezzük mindannyian. Sportteljesítménynek sem utolsó tehát ez a túra. Főként akkor érezni ezt, amikor meredeken kell felfelé kapaszkodni a 808 méteres gerinchegyre, ahol egy csúcskereszt jelöli a legmagasabb pontot. Nem ez a Borostyánkői hegység legmagasabb pontja, de talán innen van a legszebb kilátás. A természetjárás és a teljesítménytúrázás mellett egyre népszerűbbek a történelmi Magyarország területén vezetett honismereti túrák. Ez egy különleges túra, ezt felfigyeltem rá. Olyan földön járunk, amihez közünk van, szívünkkel, lelkünkkel kapcsolatban vagyunk azzal a tájjal. Tehát az nekünk nagyon fontos. Nagyon is szeretünk, legjobban Magyarországon, meg hát a magyar területeken, külhonban is ott szeretünk járni, sokat, sokat elmegyünk Erdélybe is, Kárpátaljára, ahova tudunk, hogy nagyon szeretjük. A mostani túra utolsó állomása a Borostyánkői temető, a magyarrá lett ír arisztokrata Egán Ede sírja. A kiváló mezőgazdasági szakembert, aki életét áldozta a magyar királyságért, Kárpátalján a ruszin nép megmentőjeként tartják számon. Itt nőtt föl Borostyánkőn, ő Kárpátalján tevékenykedett, és végül újra itt a családi sírboltba a Borostyánkőn temették el. Honismeret nélkül nincs hazaszeretet. Jól tudják ezt a Madárspach kommandó tagjai, akik egész évben szeretettel várnak mindenkit gyalogtúráikra, hogy minél több honfitársukkal ismertessék meg őrvidék magyar emlékeit. 5 év kihagyás után rendeztek ismét Magyar Majális Dunaszerdahelyen. Rövidesen megmutatjuk, hogyan ünnepeltek a felvidéki magyarok.